Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve egy újabb szép éneket énekeljünk, amely az új énekeskönyvünkben a keresség sákramentumával kapcsolatban szerepel. A régi énekeskönyvben összesen kétféle énekből választhattunk, itt most ez lényegesen kibővült ez a sor, ezért is jó ez az új énekeskönyv. A 344. dicséretünket keressük meg, az első versét énekeljük kezdésként. Szenteltessék, Uram, a te szent neved! Szeretettel köszöntünk benneteket, kedves szülők, keresztszülők, Isten házában, és áldást kérünk gyermeketekre. Hálaadással veletek együtt köszönjük meg Istennek, hogy épségben életre segítette őt, és hogy megőrizte édesanyjának életét. A feltámadott Krisztus mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És hadd hangozzon még egy másik helyről is az ige. Ez a hely a 119. Zsoltárnak a 105. verse. A 119. Zsoltár 105. versét olvasom. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Kedves család, a gyülekezet foglaljon közben helyet, ha én esetleg nem is mutatom. Isten a kerességgel azt mutatja ki, hogy személyesen is ismeri, szereti és védi azt az embert, akit megkeresztelnek. Ez tulajdonképpen, ahogy megbeszéltük, a meghívó az örök életbe is, és ennek az örök életnek az öröme ez nem a jövőre, hanem a mostani életünkre is vonatkozik. Isten igéje mécses ebben az életben a számunkra. Segít abban, hogy jól lássunk, hogy jól értsünk, hogy ne tévedjünk el. Az ige Isten beszédét jelenti, amellyel keres, amit a Bibliában lehet meghallani, megtalálni. Erre van szükség örömök, kérdések, nehézségek idején. Akkor, amikor örültök, hogy immár két gyermeketekben gyönyörködhettek, de akkor is, amikor fáj a szívetek, mert valakitől búcsúzni kell. Isten örök beszéde lehet a világosságotok, és a gyermeketek számára is ez lehet a világosság, amennyiben azt látja tőletek, hogy nektek fontos Jézus Krisztus beszéde, hogy ti is Jézussal élitek az életeteket. Erre hívunk, erre hívjuk gyermeketeket is. A kerességnek a jegye csodálatosan mutatja Istennek a szándékát, hogy ő a sajátjaként, a saját családja tagjaként tekint kislányotokra, és rátok is. Jó ehhez a családhoz tartozni. Legyen ennek öröme mindig a ti örömötök is, az életetekben megtapasztalt valóság. Amen. Most pedig valljátok meg hiteteket együtt a gyülekezettel, mondjuk el együtt fennállva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben,
hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyházunk közösségében, hitben nevelitek. Feleljetek tehát a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Áldja meg a mi Urunk szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy e gyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Adjon a mi Urunk testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig a gyülekezet tagjait kérdezem. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket is szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben felnevelhessék? Ha igen, feleljük, ígérjük. Ígérjük. Urunk szent lelke, adjon erőt ahhoz, hogy fogadalmunkat teljesítő, küldetésünket betöltő gyülekezet lehessen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, a te gazdag szerelmed és nagy kegyelmed pecsétje a mi Urunk Jézus Krisztus, akiben megváltást és tökéletes üdvösséget szereztél számunkra. Boldogok vagyunk, hogy ebben részeltetni akarod gyermekeinket is. Kérjük segíts, hogy úgy tudjuk nevelni a kisgyermeket, hogy nevedre dicsőség, a gyülekezetre épülés, minden ember számára áldás legyen az élete. Légy mindnyájunkkal, hallgass meg szívünk hálaadását és alázatos könyörgését. Ámen. Na, és akkor most már megkérdezik. Hanna, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. A kegyelmes Isten cselekedje, hogy ez a kisgyermek növekedjék hitben, szeretetben, testben, lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ti pedig, szeretteim, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Istennek minden ígérete, és gyermeketeké, akit eljegyzett, elpecsételt magának a mai napon az Úr, a mi Istenünk. Ámen. Imádságos, áldáskérő szívvel énekeljük még a család és a kisgyermek javára a 344. dicséret második versét, 344. énekünk második verszakát, Urunk szent bölcs, jó irgalmas atyuk vagy a kicsinynek. A 344. énekünk második versét. Folytassuk tovább Isten tiszteletünket a 243. dicséretünknek az első és második versének éneklésével. A mai vasárnap ugyanis a Rogáte vasárnap, az Óegyházi Perikóparend szerint, tehát az imádság vasárnapja. 243. dicséretünknek az első és a második versét énekeljük, és tegyünk oda jelzőt is, mert a ráfelelő ének majd a harmadik verszak lesz az igehirdetés után. Most hát a 243. dicséret első és második versét énekeljük. Ó, könyörgés meghallgató, édesatya, mindenható! Oh, my God.
dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amiképpen kezdetben volt, most és mind örökkön örökké. Ámen. Hallgassátok meg, Urunk, igéjét, amint megvan írva Márk evangéliumában, az 5. fejezetben, a 21-től a 43. versig terjedő szakaszban. Márk evangéliuma 5. részének 21. versétől a rész végéig tartó szakaszát olvasom, melyet leülve nyitott szívvel hallgasson meg a gyülekezet. Amikor Jézus ismét átkelt hajón túl a túlsó partra, nagy sokaság sereg lett köré. Ő pedig a tengerpartján maradt. Akkor jött egy zsinagógai elöljáró, név szerint Jairus, aki meglátva őt lába elé borult, és esedezve kérte. A kislányom halálán van, jöjj tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon, és életben maradjon. Jézus ekkor elindult vele. A nagy sokaság követte őt, és tolongott körülötte. Egy asszony pedig, aki 12 éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, és mindenét rájuk költötte ugyan, mégse látta semmi hasznát, hanem még rosszabbul lett. Amikor hallott Jézusról, eljött, és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját, mert így gondolkodott. Ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok. Azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy meggyógyult a bajából. Jézus azonnal észrevette, hogy erő árad ki belőle, ezért a sokasságban megfordulva így szólt. Ki érintette meg a ruhámat? Tanítványai így feleltek. Látod, hogyan tolong körülötted a sokaság, és azt kérdezed, ki érintett meg engem? Jézus körülnézett, hogy lássa, ki tette ezt. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő. Leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig ezt mondta neki. Leányom, a hited megtartott téged. Menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges. Még beszélt Jézus, amikor emberek érkeztek a zsinagógai elöljáró házától, és ezt mondták. Leányod meghalt. Miért fárasztod még a mestert? Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai elöljáróhoz. Ne félj, csak higgy. És senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, Jakab testvérének. Amikor megérkeztek a zsinagógai elöljáró házához, látva az űrzavart, a hangosan sírókat és jajgatókat, bement és így szólt hozzájuk. Miért csináltok ilyen zűrzavart? És miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették. De ő mindenkit kiküldve maga mellé vette a gyermek apját, anyját és a vele lévőket, és bement oda, ahol a gyermek feküdt. Majd megfogva a gyermek kezét, ezt mondta neki. Talita kúmi, ami azt jelenti, leányka, neked mondom, kelj fel. A leányka pedig azonnal felkelt és járt, mert 12 éves volt már. Azok pedig azt sem tudták, hová legyenek a nagy ámulattól. Jézus azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ezt senki meg ne tudja. Azután szólt, hogy adjanak enni a leánykának. Urunk lelke, áldja és szentelje meg ezeket a gyönyörű szavakat. Jöjjetek, hívjuk őt, segítségül mi is, imádkozzunk ő hozzá. Kegyelmes vagy örökkévaló Úrunk, és olyan jól esik a mi lelkünknek újra és újra hallani, látni és átélni ezt a te végtelen nagy szeretetedet. Olyan nagy boldogsága számunkra belegondolni, belemerülni abba, hogy te valóban mindennek ura vagy, minden jónak és minden veszélynek, hogy te nem hagyod magadra a benned reménykedőket, hanem újra és újra engeded, hogy átéljük a te szeretetedet. Könyörögve kérünk ad, hogy ezen a borús, egyáltalán nem májusinak tűnő reggelen hadd tudjunk veled találkozni. Könyörögve kérünk ad, hogy mindnyájan, akiket csak elhoztál erre a mai napra, veled a csodatévő Istennel találkozzunk. Nehogy a falakat nézzük, vagy azt, aki beszél. Hadd tudjunk mindannyian te rád figyelni. Te vagy a lényeg, te vagy az Isten. Kérünk lelked által, ajándékozz meg
ezzel a találkozással mindnyájunkat, azokat is, akik talán sohasem találkoztak még veled, azokat is, akik talán most sem szeretnének találkozni veled. Kérünk ad, hogy ő előttük is a te személyed hadd jelenjen meg világosan. És könyörögve kérünk, hogy a mi számunkra is, akik meg éppen azért jöttünk, hogy veled találkozzunk, legyen jelen a te lelked, a te jóságod, és fogadd szívesen a mi énekes, imádságos hálaadásunkat. És kérünk, hogy add a te erődet, hogy benned reménykedve a lehetetlen is lehetségessé váljon. Ámen. Énekelt imádságunk a 264. ének egyetlen verse, amely alatt a gyerekek gyermekisten tiszteletre mehetnek, a parókia verandáján várja most a feleségem őket, mi felnőttek pedig a 264. dicséret egyetlen versével imádkozzunk, jövel, ó áldott Szentlélek, gerjeszt fel híveidet. Amellyel Urunk a szívünket keresi az imént elhangzottak mellett megírva található a hegyi beszédben Máté evangélium a 7. részében, a 7. verstől a 11. versig terjedő szakaszban. Máté evangélium a 7. részének 7-től a 11. versig terjedő szakaszából így szól hozzánk az ige, az Úr Jézus szavai ezek. Kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Vagy ki az közületek, aki fiának követ ad, mikor az kenyeret kér tőle? Vagy amikor halat kér, kígyót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jót a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérnek tőle? Foglaljunk helyet! Kedves testvérek, minden ember életében eljön az a pont, az a pillanat, amikor már csak a csoda segíthet. Viszont az egyik ember ad esélyt a csodának, míg a másik nem. Az egyik ember imádkozik. Uram, csak te segíthetsz. Kérlek, mutasd meg a te kegyelmedet, a hatalmadat az életemben. A másik pedig ezt mondja, mindennek vége, nincs tovább. Nemrégiben került a kezembe egy régebbi keresztjén folyóirat, amelyben egy csodás esetről számoltak be. Ez egy megbízható folyóirat, tehát nem valami bulvár sajtószínvonal, úgyhogy ez az eset megtörtént, és én hiszem, hogy úgy is történt meg, ahogyan leírták a testvéreink. Egy 3 gyermekes fiatal keresztjén házas pár Afrikába kapott elhívást az úrtól. A német missziós társaságnak a misszionáriusaiként Malaviba költöztek. A következő őszön a 4. gyermekük jelentette be az érkezését. A várandóság azonban nem zajlott problémamentesen. A 19. héten a várandóság idejének a fele előtt hirtelen megrepett a magzatburok. Ez orvosilag nézve elkerülhetetlenül a magzat halálához szokott vezetni. Így a kismamát azonnal Németországba szállították. Azonban érthetetlen és megmagyarázhatatlan csoda történt velük, mert a kisgyermek még 80 napig ott maradt az édesanyja méhében, így is a 30. héten született meg picikén, hamarabb, mint kellett volna, de egészségesen. Az édesanyának ehhez majdnem 3 hónapig kellett egyfolytában a hátán feküdnie, szinte mozdulatlanul, hiszen a babát semmi sem védte a külső erők a nyomódások súlyával szemben, nem vette már körül a magzatvíz. Megtette ezt az édesanya, pedig emberileg nézve semmiféle remény nem kecsegtette, hogy valaha is élve kézben tarthatja majd a kisgyermekét. De önmagát is,
gyermekét is, egész családját egészen az Istenre bízta, és tudta, hogy meg kell tennie azt, amit lehet, és az Úr sem fog késlekedni. Szülők ezt írták negyedik gyermekük csodás megmeneküléséről aztán az ismerősöknek. Isten engedett a kérésünknek, meghallgatta sok barát és ismerős imádságát, így majd egészséges gyermeket tarthatunk meg a kezünkben. A hálánkat szeretnénk továbbadni. Annak az Istennek vagyunk hálásak, aki meghallgat minket, és akit megérintenek a félelmeink és aggodalmaink. A hálánk végül azoknak is szól, akik nem fáradtak bele a gyermekünk életéért való imába. Ez a gyermek, ahogy számolgattam, azóta elmúlt 15 éves, mert az Istennek tetszett megörvendeztetni azokat, akik az ő segítségére számítottak. Íme igazolja tehát a tapasztalat is az Istennek a kegyelmességét, azt, hogy ő ma is csodatévő. Nem a levegőbe beszél a Szentírás, akkor, amikor Jairus leányának a feltámasztását, vagy éppen a gyógyíthatatlan beteg asszonynak a felgyógyulását megörökíti. A két történet Máté és Lukács leírásában is együtt szerepel, mind a három szinoptikusnál. Mint ahogyan semmi sem véletlen a Szentírásban és az életben sem, éppen így ez sem véletlen, hogy így történt, hogy mind a három evangélista fontosnak érezte Isten lelkének a hatása alatt nem csak Jairus leányának a történetét, hanem a vérfolyásos asszony történetét is. Hiszen ebben a két történetben végül is ugyanarról van szó. Az Úr Jézus egyik lehetetlen dolgot teszi a másik után azok életében, akik bíznak benne, emberi lehetőségeik és környezetük véleménye ellenére is. A zsinagóga fő Jairus halálos beteg leányához hívta Jézust. Jöjj, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon. Lukács még azt is tudni véli, hogy Jairusnak nem volt másik gyermeke, csak ez az egy. Hát elképzelhetjük az ő lelki állapotát. Teljes elkeseredéssel indult, hogy Jézustól segítséget kérjen. És olyan gyönyörű, hogy az Úr Jézus semmit sem kérdez, nem gondolkodik. A legnagyobb együttérzéssel és egyszerűséggel a kérés pillanatában elindul a beteg leányhoz. Mindeközben azonban Jézust egy forrongó tömeg veszi körül, ott vannak körülötte. Már egy asszony is benne van ebben a tömegben, aki szintén már csak a csodában reménykedhet. Ez a vérfolyásos beteg. Már olyan világosan írja, sok orvostól sokat szenvedett, mindenét ráköltötte, de semmi hasznát nem látta, hanem csak még rosszabbul lett. Milyen sokszor mehetett már el ez az asszony reménykedve egy következő kezelése, nyilván az ókor viszonyai közt kell ezt elképzelnünk, és mindannyiszor csalódnia kellett a reménységében. De most, hogy hallott Jézus Krisztus tetteiről, és úgy adatott, hogy az ő útjaik éppen találkoztak, úgy gondolta, hogy ha valaki, Jézus biztosan tud majd neki segíteni. Ez a feltétlen hit jelenik meg abban is, amit gondol, és amit aztán meg is tesz. Ha csak Jézus ruhája szegélyét érintem, akkor meggyógyulok. Itt mindenféle fantáziák szoktak aztán következni, hogy a Jézus ruhája meg az azzal való fizikai érintkezés az hogy tud meggyógyítani. Én református teológusként hitem és tudásom legjavával is állítom, hogy itt nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy Jézusnak semmit nem kell tennie, semmit nem kell végeznie ahhoz, hogy az ő ereje engem meggyógyítson. Nem kell rám néznie, még meg sem kell szólalnia. Elég, hogy ő itt van, és hogy én hiszek benne. A csodához megvolt tehát ennek az asszonynak a feltétlen bizalma Jézus felé, és amit ő megtehetett, azt is megtette. Nem a sor végén tépelődött, hogy jaj, vajon észrevesz-e engem Jézus, vagy ahogy az asszonyok szokták néha otthon is tenni, vajon kitalálja-e a gondolatomat? De hát ezt mi férfiak tudjuk, hogy sosincs esélyünk az asszonyok gondolatát kitalálni, fordítva még csak-csak, de így nem szokott működni. Jézus persze kitalálhatta volna a gondolatát, ő az egyetlen, aki erre képes, azonban nem erre vár, hanem oda megy a nagy tömegben, nem kíméli magát, hajtja őt a hite. És íme a csoda nem is késik, azonnal megtörténik. Ez nem valamiféle varázslat vagy mágia, mondom, nem a fizikai kapcsolat az érdekes, nem ettől gyógyul meg. Ez a történet azt akarja megmutatni, hogy aki Jézusban bízik,
és az ő segítségére számít, az nem homokra épít. Nem az a kérdés, hogy Jézus Krisztus tud-e segíteni, és hogy hogyan, hanem az, hogy bennem, aki a segítségére szorulok, van-e reménység, van-e bizalom, hit az Isten felé. Hát ez mutatkozik meg abban a tényben, hogy az evangéliumok feljegyzése szerint Jézus még az árnyékával, meg az apostolokról is van ilyen felírva, vagy mint itt a ruhája szegélyével is tudott gyógyítani. Nem ez az anyagi dolog az érdekes ebben, nem a fizika, hanem az, ami ezen túl van, az a hit, amellyel Jézushoz és az ő szolgáihoz fordulnak a rájuk szorulók. Annak, hogy ez az asszony félve lépett elő, hogy nem vállalta büszkén azonnal, hogy én voltam az, ennek vallási oka volt. Ez a vérzéses nőgyógyászati betegség, ez vallásilag tette tisztátalanná ezt az asszonyt, ebből következően épp olyan magányos élete lehetett, mint hogyha leprás lett volna. Aki egy ilyen beteget megérintett, vagy akár csak egy helyen volt vele, vagy csak hozzáért, ugye, az maga is tisztátalanná lett. Tulajdonképpen ezt a tömeget is tisztátalanná tette azzal, hogy ott közben hozzáért némelyekhez. Ebben az értelemben, ha egészen konkrétan nézzük, még az Úr Jézust is tisztátalanná tette volna, ha ez számított volna neki. Jézus azonban ezt nem vette magára. Nem akarta elkerülni a bajt, nem akart eltávolodni ettől az asszonytól, csak hagyjon békén, hanem egy segítségre szoruló testvért látott ebben az asszonyban. Meg is nyugtatta őt. Amit tettél, azt jól tetted, mert íme az Isten megsegített. Semmi jobbat nem lehetett volna tenni senkinek, aki csodára szorul, mint hogy Istentől kér, hogy Istentől vár csodát. Leányom, a te hited megtartott téged, menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges. Az Úr Jézus csupa szeretet és segítőkészség. Amire se pénz, se orvostudomány nem volt képes, azt a megváltóval való találkozás egy pillanat alatt megoldotta, mert hittel történt, mert ez az asszony feltétel nélkül bízott benne. Ha csak megérintem Jézust, azonnal elmúlik a bajom. Nem a többiekre figyelt, akik esetleg ezt mondták volna. Meg ne érint, sőt, tűnj el innen, még minket is tisztátalanná teszel. Csak Jézusra figyelt, csak tőle várt segítséget. És ime meg is kapta. Közben azonban a zsinagóga fő Jairus számára is válságos órák következtek. Szolga érkezett, aki a leányka halál hírét hozta. Hiába volt minden. A szolga aztán tovább is folytatta a hitetlenkedést. Ne fárasz tovább a mestert! Aki meghalt, azon már úgy se tud senki segíteni. Fogadd el a tényt és kész! Szinte látjuk magunk előtt Jairust, mintha velünk történne. Eljöttem, mindent megtettem, megpróbáltam, és most oda szerettem. Oda van az, aki az örömöm volt. Mi lesz most velem? Mi lesz a feleségemmel? Mi lesz a szolgálattal oda az egyetlen gyermekem? Iszonyatos csalódás és kétségbeesés rohanhatta meg szegényt. Mindeközben az Úr Jézus aga a megtestesült nyugalom. Az sem zavarja, hogy a hivatásos siratók, muzsikusok, szolgák kinevetik rossz indulattal, reménytelenséggel. Ha mit gondolsz te magadról? Mit akarsz itt varázsolni egy halottal? Hiába jössz, a halál nálad is erősebb. Mit keresel itt, ahol a beszéd már úgysem segít? Jairust is, de még magát, az Úr Jézust is le akarták beszélni a csoda lehetőségéről. De Jézus tudta, hogy van segítség. És ezt elmondta Jairusnak is, aki Jézus szavait hallva megerősödött a hitében, mert nem azokra hallgatott, akik le akarták beszélni. Hiába szövegeltek mellette. Ő nem hagyta a mestert. Tovább ment azon az úton, amelyen a gyermek érdekében elindult. Ha valaki, akkor egyedül Jézus tud segíteni nekünk, de ő még most is segíthet. És íme Jézus segített is. A gyermek, akit sirattak, tehát valóban halott volt szegény,
Jézus érintésére és ébresztő szavára azonnal feltámadt és járkálni kezdett. Ez meg az életnek a tökéletesen biztos jele. Hiába az emberi tehetetlenség, hiába az őket körülvevők hitetlensége. Jairus tiszta szívvel hitte, hogy Jézusnál van megoldás, és meg is látta a csodát, mert csodatévő Istenünk van. A másodjára felolvasott ige Jézus tanítása a hegyi beszédből, az imádság meghallgatásáról. Nagyon egyértelműen fogalmaznak ezek a szavak. Mégis, hiába tudjuk kívülről, sokszor olyan, mintha teljesen megfeledkeznénk erről az igéről. Kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és az örgetőnek megnyittatik. Még rövidebben, aki Istenre számít, az nem marad magára. Nem hiába hangzik a szívből jövő imádság, mert az Isten odafigyel rá és segít. Jó, de olyan nehéz ezt elfogadni. Gondoljuk, mi is kétségbe esve egy-egy nehezebb időszakban, mikor körülöttünk is kiabálnak azok, akik magukat tőlünk féltik, vagy éppen azok, akik nem hisznek. Ne fárazd a mestert! Minek killódsz? Ha nincsen már segítség. És akkor bennünk is tombol a kétség, mert úgy érezzük, hogy lehetetlen, hogy erre a helyzetre, amibe kerültünk, megoldást lehessen találni. De íme az Úr Jézus valami egészen más szempontot nyújt. Azzal, ha nem hisszük, hogy a kéréseink érdeklik az Istent és segíteni is akar, végeredményben még saját magunknál is kisebbnek tartjuk az élő Istent. Ezért mondja, hát ugyan ki az közületek, aki ha kenyeret kér tőle a fia, követ ad neki, vagy ha halat kér, kígyót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérnek tőle? Mit feltételezünk az Istenről? Azt, hogy szívtelenebb az önző embereknél is? Hogy annyira sem szeret bennünket, mint a szülők a gyermekeiket? Pedig az a helyzet, ahogyan a múlt vasárnap is hangzott az evangélium, hogy Isten kimondhatatlanul sokkal jobban szeret, a legszeretőbb szívű, a legáldozatkészebb édesanyánál vagy édesapánál is. Éppen ezért meg kell tanulnunk jobban bízni ő benne, mint bármi vagy bárki másban. Jobban bízni benne, mint eddig. Mindig jobban, egyre jobban. Csodás bibliai példák mellett egy mai példa is hangzott ma. Mert nem hullik porba az imádság. Mert nem hiába való dolog az Isten segítségét kérni. És ez a lehetőség nem is csak egy a sok közül, és legkevésbé az utolsó lehetőség, hogy amikor már mindenben csődöt mondtam, na akkor eszembe jött, hogy hát még nem is imádkoztam. Nem. Ezzel kell kezdeni. Örömben is, bajban is. Uram, én nem tudom, hogy mi lesz, de kérlek, segíts nekünk. Segíts meg az országunkat, a családunkat, a gyülekezetünket. Olyan sok a gond. Nem csak odáig szabad eljutni, hogy milyen nehéz, hogy milyen rossz és kilátástalan most az élet, hogy még a gazdag emberek is meg vannak ijedve. Ha így érzed, a legjobb, amit tehetsz, hogy imádkozol, hogy folyamatosan kéred az Istent, hogy könyörüljön meg rajtunk. Hogy mutasson utat, hogy adjon türelmet, kitartást és megbecsülést egymás iránt. Hogy adjon kitörést a történelem rettenetes évtizedeiből ennek a népnek. Hogy adjon békességet és erős keresztjén hitet. Csoda kell. Tényleg csoda kell. Na de mi ismerjük a csodatévő Istent, a csodák urát. És azt is látjuk, hogy nem hiába kiáltunk hozzá, hogy nem felesleges a belé vetett bizalom. Az evangéliumok gyógyítási történeteit hallva,
Vannak, akik rossz indulattal ilyenkor mindig megjegyzik. Ha régebben volt is ilyen, ma már nem történik ilyesmi. Hát pont ezért mondtam el az igehirdetés elején a több mint két hónapig magzatvíz nélkül életben maradó gyermeknek az esetét, ami egy imádságok tömegére adott válasz volt, az Isten csodája, mert van ilyen még ma is. Meg azt is világosan kell látni, hogy azért Jézus korában sem gyógyult meg minden beteg csak úgy automatikusan, és nem támad fel minden halott. Sőt, a feltámasztott halottak nagyon is kevesen vannak. Jairus lányán kívül még Lázárról és a Naini ifjúról tudunk az evangéliumokból. Jézus csak őket támasztotta fel a halálból, pedig nyilván azokban az években is ennél sokkal többen meghaltak. De így történt, mert az Úristen ezt így látta jónak. Megvan az esélye a mostani életünkre nézve is, a leghihetetlenebb csodáknak is. Kérjetek, és adatik néktek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Isten bölcsességén múlik, hogy azt az ajtót nyitja-e meg előttünk, amelyen mi zörgetünk, hogy azt fedi-e fel előttünk, amit mi kerestünk, vagy valami mást. Nem biztos, hogy úgy alakul, ahogyan mi szeretnénk, vagy kérjük. De hogy aki kéri őt, aki az ő segítségét keresi, a hozzávezető ajtón zörget, mert az Istennel akar közösségben lenni, találkozni, beszélni, az nem marad magára a legnagyobb bajban sem, ez teljesen biztos. Örvendjünk csodatévő, hittel mondott imádságainkat meghallgató Urunknak. Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem. Ámen. Válaszoljunk Urunk megszólító szavára a 243. dicséret harmadik versével. 243. énekünk harmadik versét énekeljük. Te ki a szív mozdulásit, mint a vizeknek folyásit, szabadon hajtod ides tova. 243. énekünk harmadik versét énekeljük. Hitünket a keresztség sákramentumának kiszolgáltatásakor már megvallottuk, most jöjjetek, imádkozzunk. Mindenható örök Isten, boldoggá tesz bennünket mindaz, amit a te igédből most hallhattunk. Köszönjük, ha először hallhattuk ezt úgy, hogy valóban megmelegedett tőle a szívünk. És köszönjük, ha sokadjára hallhattuk, de most ismét megerősített a reménységben. Urunk, éppen azért engedted, hogy mindezek a dolgok így történjenek, hogy így legyenek leírva, és hogy így hallhassunk 2023. május 14-ének hűvös délelőttjén erről mi is, mert a reménységet szeretnéd bennünk megerősíteni. Mert a mi világunk is tele van olyanokkal, akik a reménytelenséget, a lehetetlen dolgok megvalósulásának a lehetetlenségét hirdetik. Akárhogyan is szóljon az ige, akármilyen is legyen az az Isten, aki ezt a világot teremtette és fenntartja,
Ők csak azért is úgy gondolják, hogy nem sikerülhet a te beavatkozásod, hogy te nem is létezel, és ha létezel sem, foglalkozol mi velünk. Ó, Úrunk, megvalljuk előtted, hogy sajnos ezek a vélemények bennünket sokkal inkább eltántorítanak, mint az evangéliumi történet két szereplőjét, Jajrust és a vérfolyásos asszonyt. Pedig de szeretnénk mi is ilyen céltudatosak lenni, hogy teljes szívünkkel feléd indulunk, és addig ott vagyunk melletted, míg a csoda be nem következik. Utána meg azért maradunk ott melletted, mert átélhettük a te csodádat. Urunk, sajnos mi hajlamosak vagyunk jobbra és balra is kóricálni. Hajlamosak vagyunk elvegyülni abban a tömegben, amely kíváncsi talán rád, de mégsem hallgatja és gondolja végig azt, amit te mondasz. És akkor ilyenkor mi olyanok vagyunk, mint a vérfolyásos asszony, aki ugyan rád pillant, de mégsem mer oda menni hozzád. Vagy olyanok vagyunk, mint Jajrus, a zsinagóga fő lett volna, ha szól ugyan, hogy jöjj, de aztán mégis visszamondja, mert meghalt a leányka, mert nincs már segítség. Köszönjük, hogy egyikük sem ezt az utat választotta. És arra kérünk, segíts, hogy mi se ezt az utat válasszuk. Hogy megindulunk ugyan felét, hiszen most is itt vagyunk, ki olyan szívvel, ami ennel jött. Kérünk add, hogy ne azokra hallgassunk, akik a te erőtlenségedet szajkózzák, hogy a saját magunkban elbizonytalanító hangokat is hallgattassuk el. Ne ezekre figyeljünk, hanem a te drága igédre, amellyel ma is meghirdetted közöttünk, hogy akik csak bízunk benned, nem fogunk magunkra maradni. Nem jelent ez mindig csodát. Azt azonban jelenti, hogy te velünk vagy, és ez önmagában csoda. Hiszen nem érdemeljük meg, hogy szeress bennünket. Nem tudunk erre megkérni, nem tudjuk ezt tőled megvásárolni sem. Csak úgy lehet a miénk, ha te önként úgy döntesz, hogy szeretsz bennünket. Hát ez maga a csoda. Hiszen Jajrus lányának feltámasztása, vagy a vérfolyásos asszony csodálatos meggyógyulása is ezért történt meg, mert te az Isten úgy döntöttél, hogy szereted őket annak ellenére, amilyenek. Kérünk add, hogy mi is el tudjuk hinni, hogy bennünket is annak ellenére szeretsz. És kérünk add, hogy így hadd tudjon lecsökkenni bennünk az önmagunk iránti féltés, a büszkeség, a gőg, hadd tudjunk teljes szívünkkel benned élni és benned reménykedni. Kérünk, hogy így áld meg a fájó szívű családokat, akik mostanában veszítették el kedves szerettüket. Kérünk, legyél mellettük, és add, hogy ők ezt érezzék és észrevegyék. Kérünk, hogy áld meg a gyülekezetünket is, hogy hadd tűnjünk olyannak az időnként velünk találkozók számára, mint egy oázis, ahová az embernek létszükség visszamennie. Kérünk add, hogy ilyen gyülekezetté hadd lehessünk. Könyörögve kérünk, hogy áld meg ezt a családot, akik pedig drága kisgyermeküket hozták el ezen a mai istentiszteleten, hogy megköszönjék őt neked, és hogy teljes figyelmedbe ajánlják. Köszönjük, hogy eddig is te vigyáztál erre a családra, és köszönjük, hogy ezután is gondod lesz rájuk. Kérünk, hogy áld meg gyermekeiket, áld meg ezt az egész családot. Urunk, jó atyánk, legyél a betegeink gyógyítója, legyél a velük foglalkozóknak, a hivatásszerűen dolgozóknak erősítője, őrizője. Könyörögve kérünk, áld meg a gyermekeinket, a hittanoktatást, és azokat, ha felnőtteket, akik a gyermekeinkkel töltik a nap nagyobb részét, hogy tanítsák és neveljék őket. Könyörögve kérünk, add, hogy ne tudja elragadni a hangos tömeg a gyermekeinket se, hanem hadd tudjon a te szelid, jó szavad, a te lelkednek drága jelenléte valamiféle biztonságot és tökéletes örömöt jelenteni az ő számukra is. Így kiáltunk hozzád a jövő héten konfirmációi fogadalomtételre készülő fiataljainkért is. Urunk, mi olyan sok reménységgel vagyunk az ő irányukban. Szeretnénk, hogyha ezek a reménységek is úgy tudnának teljesülni, ahogyan annak idején Jajrus reménysége, vagy a vérfolyásos asszony reménysége. Könyörögve kérünk, hogy áld meg a gyülekezetünket. Kérünk, hogy adj ébredéseket, hogy igenis derüljön ki, hogy te ma is ugyanaz vagy, és a mi keresztjén hitünk az nem valami porszagú ócska vacak, hanem maga az élet. Könyörögve kérünk, add ezt az ajándékot mi nekünk. Legyél a mi nemzetünkkel, áld meg Nyárád magyarost, testvérgyülekezetünket, kérünk áld meg a felvidéki, délvidéki, kárpátaljai magyarokat, és kérünk adj békességet a mi időnkben a földön, hogy senkinek ne kelljen erőszakos halált halnia. Kérünk irgalmasan védj körül, és add, hogy akármi érjen minket, egyre inkább tudjunk bízni abban, hogy a te kezedben jó helyen van az életünk. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket, Úr Jézus. Ámen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Ámen. Foglaljunk helyet. Most pedig, hogy tudjunk mindannyian közös dolgainkról, hallgassuk meg a hirdetéseket. Örömmel hirdetem, aminek mindannyian tanúi is voltunk, hogy a mai istentiszteleten részesült a keresség szentségében Diósi Károly és Sándor Katalin tahitótfalui szülők Hanna nevű második gyermeke. 20-án jövő szombaton délután 4 órától dr. Veres Csaba és Szeles Tíme, a budapesti jegyespár kéri házasságára Isten áldását. Ugyanezen a napon konfirmáció vizsga lesz 6 órától, 21-én, mához egy hétre pedig 12 fiatal tesz konfirmációi fogadalmat, tehát jövő vasárnap konfirmációi istentiszteletet tartunk. Együttérző szívvel hirdetem, hogy Diósi Károly, Táncsics utcai testvérünk 67 esztendős korában elhunyt, temetése 20-án jövő szombaton délután 1 órakor lesz. Ugyancsak együttérezve hirdetem, hogy tegnap délután Táboriné Miklós Ilona 68 évet élt testvérünk búcsúztatására került sor szűk családi körben. A Zsoltárok könyve 57. rész 2. verséből szólt a vigasztaló ige. Könyörülj Istenem, könyörülj rajtam, mert nálad keres oltalmat a lelkem. A fájó szívű családok életére, Urunk, vigasztalását kérjük. Szeretettel hirdetek emlékharangokat is. 15-én holnap fog szólni 3 emlékvers. Rajos Sándorné született S. Vacó Julianna halálának 5. évfordulójára, S. Vacó József 58 esztendeje, illetve Rebe Julianna 79 éve elhunyt testvéreink emlékére, valamint a Rebe család régebben elhunyt tagjainak emlékére. Szeretettel kívánunk áldást elhunyt szeretteink emlékére és a rájuk emlékezőkre. Köszönettel hirdetem az adományokat is. Isten dicsőségére egy férfi testvérünk 15 ezer, egy nő testvérünk 3 ezer, kórus találkozói szeretett vendégségre egy család 10 ezer forintot ajánlott fel. Köszönjük a felajánlásokat, illetve a persejekbe elhelyezett adományokat is, amelyekre igen nagy szüksége van a gyülekezetnek. Jókedvű és bőkező adakozókat, ha mi Urunk gazdagon megáldja. Szeretettel hirdetem, hogy ma délután 3 órától az Egyházmegyei Kórus találkozónak ad otthont a gyülekezetünk. Ez nem először van, a 2000-es években is volt már itt egy kórus találkozó, illetve 2016 áprilisában is a mi gyülekezetünk adott otthont a kórus találkozónak. Tavaly szerettek volna jönni, de tavaly állványok közt kellett volna bejutni, így aztán kértünk egy év halasztást. A jelentkezések szerint 17 kórusból 316 énekes lesz jelen, illetve további érdeklődők és vendégek. Hálás szívvel megköszönjük az érkezett felajánlásokat, a sok-sok segítségét azoknak, akik a parókia kertjéből a felhasított fát segítettek a helyére behordani, akik a kertekben munkálkodtak, vagy éppen takarítottak, vagy éppen érkeznek majd az istentisztelet után a szendvicseket elkészíteni a vendégek számára, illetve süteményt, sós süteményt ajánlottak fel. Köszönjük szépen a jóságukat, ez mindig egy jó lehetőség, ami egybeforrasztja a gyülekezetet, az ige körül lét, illetve a szolgálat, ezen a téren is növekednünk kell. Köszönöm, hogyha ebben egyek tudunk lenni. Szeretettel hirdetem, hogy a következő csütörtök, május 18-a, Urunk mennybe menetelének ünnepe, a hagyományos egyházi neve ennek áldozó csütörtök. Vasárnapi rend szerint, tehát csütörtökön 10 órától ünnepi istentiszteletet tartunk a gyülekezeti teremben. Tehát szeretettel mondom mindenkinek, ha 9 órakor meghallja a harangot, akkor majd csütörtökön, akkor majd ne arra gondoljon, hogy na, a pap elfelejtette kikapcsolni, hanem arra, hogy istentisztelet lesz, amely az Úr Jézus mennybe menetelének
kimenetelének az ünnepe mindig csütörtökre esik, mert a Biblia szerint a húsvétot követő 40. napon ment az Úr Jézus a mennybe, a katolikus egyház megtette, hogy vasárnap, ad ezért hálát, mi reformátusok még erősen ragaszkodnánk ahhoz, hogy a napján legyen hálaadás, nem magának tartja a lelkipásztor, úgyhogy szeretettel kérem, hogy akinek ereje, ideje engedi, csütörtökön 10 órára jöjjön el hálát adni Istennek azért, hogy a földre jött, és azután a mennybe visszamenvén ott van, és értünk esedezik. Szeretettel hirdetem végül az alkalmakat. Ma délután 3 órától Egyházmegyei Kórus találkozó. Természetesen a gyülekezet tagjait is várjuk. Csöndben jegyzem meg, hogy mikor némelyekkel beszéltük, hogy hányan vannak, akkor így besüppettek a székbe, és kérdezték, hogy hú, befér annyi ember, mondom, még több is. Tehát ezt sokan nem tudják, hogy a mi templomunkban 317 ember mellé majdnem még egyszer ugyanannyi befér. Úgyhogy szeretettel ajánljuk a gyülekezet tagjainak is ezen az alkalmon a részvételt. Ez egy nagyon színpompás alkalom, a 17 kórus fejenként 5 percet énekel, tehát az igaz, hogy kórus ének lesz az egész, tehát basszusgitár nem lesz benne, azonban változatos lesz, mert nagy kórusok, kis kórusok, kísérettel, anélkül, tehát ez egy nagyon színpompás alkalom. Igehirdetéssel pedig nagy tiszteletű Nyilas Zoltán egyházmegyénk esperese fog szolgálni, úgyhogy a gyülekezet számára is van hely a templomban, még jó, hogy a saját templomunkba várjuk a testvéreket, tehát várjuk a testvéreket, tessenek eljönni, ha csak tehetik. Ez van ma. Kedden 6 órától bibliaórát tervezünk, amelyen most már tényleg elolvassuk Zakariás könyvének a 2. fejezetét. Szerdán 6 órától, mármint folytatni fogjuk ott, ahol tartunk, szerdán 6 órától kóruspróbát tartunk, csütörtökön 10 órától áldozó csütörtöki ünnepi istentisztelet lesz a gyülekezeti teremben. Pénteken 9 órától babamama kört tartunk, 4 órától palánta kört, 5-től az utolsó konfirmációi felkészítőt, ami egyben főpróbája is lesz a szombati és vasárnapi teendőknek. Pénteken 7 órától a presbiter testvéreket fogjuk hívni egy gyűlésre, amelyen a felújítás folytatásával kapcsolatban hozunk határozatot. Ez lesz az egyetlen napirendi pontunk az előző gyűlés jegyzőkönyv hitelesítése mellett. Tehát ez pénteken 7 órakor van. Szombaton 6 órától konfirmációi vizsga, erre is jó szévvel hívjuk a presbiter testvéreket, úgy is, mint akiknek kötelességük itt lenni, illetve a gyülekezet tagjait is hívjuk. Ez a lehetőség ugyanis egy jó lehetőség arra, hogy minden évben átismételjük, hogy mit is hisz az egyház, mert hogy az egyház mi vagyunk, és ha mi nem tudjuk, hogy mit hisz az egyház, akkor az egyház nem tudja, hogy mit hisz az egyház. Tehát ebben ez egy segítség, hogy a gyerekeink ezt évről évre szépen megtanulják, szépen elmondják, mi meg ha figyelünk rá, akkor át lehet ezt ismételni. Tehát sok legyet üthetünk ezzel egy csapásra. Itt a templomban lesz jövő szombaton 6 órakor. Mához egy hétre, vasárnap 10-től pedig konfirmációi istentisztelet, melyen 12 fiatal tesz fogadalmat. Erre tekintettel külön gyermekistentiszteletet nem tudunk tartani, miután 2 lelkészes szolgálat fog itt az istentiszteleten történni. Legyen az Úr gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünk a 334. dicséret. Imádkozzatok és buzgón kérjetek. Előtte még szeretettel ajánlom a testvéreknek a múlt vasárnap megnyitott kiállításunkat, amelyen Kontra János és az ő leszármazottainak itt a környékünkön végzett szép és áldásos szolgálatáról, életéről lehet érdekes információkat szerezni. A gyülekezeti nagyteremben meg lehet nézni ezt a kiállítást ma is, és minden alkalom után, amikor itt a gyülekezetben találkozunk. 334-es énekünket énekeljük, tehát imádkozzatok és buzgón kérjetek.